Köszöntöm tisztelt nézőinket, a Lólépésben Sakkmagazin 2017 júniusi adásában vagyunk. Varga Péter nagymester, nemzetközi mester műsorvezető társammal szeretnénk Önöket tudósítani a megye és az ország legfontosabb sakkeseményeiről. Én is mindenkit üdvözlök. 2017. május 13-án egy igen nagy volumenű gyermekversenyt rendezett Nagyhalászban a Csuha Antal Baptista Általános Iskola, az 5. országos baptista kupát, ahol természetesen nem csak baptista iskolák tanulói vettek részt. Különböző korcsoportokban összesen 185 sakkozó mérte össze a tudását a 64 mezőn. Az ország minden tájáról érkeztek sakkozók, Dunántúról, Budapestről, Dunatisza közéről is, igen sokan érkeztek tehetséges fiatalok, megyén különböző iskoláiból is. A verseny rendkívül jó és rendkívül látványos körülmények között került megrendezésre. Az iskola udvarán sakkzászlók lobogtak, az iskola kertjében különböző sakkfigurák nyertek elhelyezést, és rendkívül impozáns látvány volt a verseny helyszíne, a tornaterem drapériákkal borítva. Egy sakkot szerető ember szívének a leggyönyörűbb látvány volt, én azt hiszem. A verseny főbírója Péter nagymester volt. Kérlek, meséld el nekünk, hogy milyen volt a verseny. Én is nagyon jól éreztem magam ezen a versenyen. Ugye én már hagyománnyá váló versenyen. Minden évben ugye májusban van megrendezve itt a baptista játékosoknak ez a seregszemléje. Az a szerencsénk, hogy ugye ezt Nagyhalászban rendezik ezt a versenyt, és természetesen ugye a Nyíregyházi és a megye fiataljai részt tudnak venni ezen a versenyen, és tudják ugye pallírozni terméjüket. Én úgy gondolom, hogy ez a létszám ez egy fantasztikus, tehát több olyan verseny van, ahol 200 fő körüli van, 200 fő körüli gyerek létszám van, ami nagyon fontos, és meg kell, hogy említsem. Én úgy gondolom, hogy ilyen összefogás a megyében, ennyi gyerek sakkozik a megyében, ez a létszám is mutatja, vagy ezek a létszámok is ezt bizonyítják. És ezzel én úgy gondolom, hogy Magyarország térképén az első három helyen biztosan benne vagyunk. Ugye van rálátásom elég sok országos gyerekversenyre, és ennyi létszámmal maximum, ha Budapesten lehet találkozni, de ilyen volumenű versenyek még ott sem nagyon szoktak lenni. Tehát maga ez annak köszönhető, hogy nagyon jó összefogás van itt a különböző egyesületek, iskolák játékosai között, és egyértelműen abból indulunk ki, hogy egy jól sikerült verseny, ha eljönnek a gyerekek, akkor utána lesz kedvük a következőre is eljönni. És ez most már egy több éves folyamat, hogy egy nagyon látványos, ahogy fogalmaztad, nagyon jó versenyen vagyunk túl, tehát ez az ide is nagyon jól sikerült, ugye hatalmas figurákkal a kertben, ugye sakkfigurákkal, amit még kihagytál, és természetesen ugye a legkisebbektől, tehát ugye a 8 éves korcsoport a legnagyobbakig, a 20 éves korcsoportig volt a gyerek mezőny, és volt egy kísérők versenye is, ugye ahol Fekete Albert fidemester győzedelmeskedett Békés megyében, nem is tudom melyik városban lakik. Hát ő Dévaványán lakik, és Kisújszállásban játszik az NB1-s csapatban, de hát ő volt a legerősebb játékos a felnőttek között, aki indult, de én úgy gondolom, hogy ez csak egy, hogy tényleg egy kísérő verseny, a főszerepet a gyerekek játszották, és ugye a legnépesebb csoport az talán a 12 évesek csoportja volt, ahol több mint 50-en indultak, és hihetetlen sokan játszottak. A másik a 13 és 15 éves korcsoport volt, ahol megint nagyon, nagyon sokan voltak. Ugye, ahogy fogalmaztál, ugye a baptista kezdeményezés indult hát egy olyan 4-5 éve az országban, és ugye a fő hadiszállásuk, központjuk ugye Velencén van,
és tehát ugye alakítottak egy egyesületet is, ahol már az országos bajnokságokon nagyon-nagyon szép sikereket értek el, mind csapatban, mind egyéniben. Csak hadd utaljak arra, hogy jelenleg Zalakaroson a nyílt magyar bajnokságon a 12. éves Losonci Marcell milyen nagyszerűen szerepel a mesterek között. Eddig olyan százal növelte a 2000-en felüli értékszámát. Igen, tehát ugye két csoport van. Van az A csoport, ami a felnőtt nyílt bajnokságunk, és a B csoportban nagyon-nagyon jól játszik a Marci. 7-ből 5 pontja van, és jóval erősebb, 200-300 élőponttal erősebb ellenfeleket győzött már le ezen a versenyen. Nagy halászba visszatérve, kik voltak a legjobbak? Mert ugye nem csupán kupákat, érmeket, okleveleket tudtak nyerni a gyerekek, hanem ez külön még a baptista iskolák, sakkozó gyerekek iskoláinak volt is a versenye, ahol igen szép pénzdíjakat vittek haza, tehát a harmadik legjobb baptista általános iskola 100 000 forintot, a második legeredményesebb 150 000 forintot, az első, tehát a legeredményesebb baptista általános iskola pedig 250 000 forint pénzdíjat kapott ezen a versenyen. Hát igen, visszatérjünk, tehát ez az egyik legjobban díjazott gyerekversenyünk. Azt kell látni, hogy ugye ez az országos baptista sakkupa, tehát ez a díjazás jár nekik. Én úgy gondolom, hogy ott külön vannak értékelve azok a gyerekek, akik baptista iskolába járnak, és azok a gyerekek, akik ugye nem ilyen iskolába járnak, és mindenki külön kupát, érmet nyer. Tehát egy nagyon szép díjazású, nagyon jó díjazású versenyről van szó. Ugye a baptista iskoláknak pedig egy kiemelt díjazású csapatversenyről is van szó. Ugye itt azt kell tudni, hogy az a csapat, aki megnyeri, ugye annak a legtöbb pontot kell szereznie ezen a versenyen, tehát az összes játékos, aki indul, összeadjuk a pontokat, és ezt magasan nyerte a nagyhalászi iskola. Olyan 30 fő körüli induló létszámuk volt, amivel simán megelőzték a többi iskolát. És elég sok érmet, kupát is begyűjtöttek a nagyhalászi fiatalok. Ki volt a második csapat? Melyik iskola? Hát a második csapat, én úgy gondolom, hogy a Nyírbogdányi csapat volt. Itt most nagyon közel volt két iskola egymáshoz. Tiszaszalka és Nyírbogdány volt a második-harmadik. Most ezt te biztosabban meg tudom mondani, fél pont választotta el őket. Én nekem az rémlik, hogy a Nyírbogdányiak lettek a másodikak, és Tiszaszalkáról érkeztek, aki a csapata, az iskolai játékosok, ők lettek a harmadikak. Tehát ők is több mint 10 fővel érkeztek, és ugye ezzel sok szép pontot szereztek. Plusz ugye sikerült befutniuk itt a csapatversenyen a második-harmadik helyre. De én még mindenképp visszatérnék arra, tehát hogy ugye ez most már talán az 5. ilyen verseny volt, hogy egyre növekszik a létszám, és ugye ez a 150 fős létszám, tehát minden évben ugye többen indulnak. Ugye azt kell tudni, hogy aki, én úgy gondolom, hogy ez is a visszajelzés ennek a verseny létjogosultságának, hogy minden évben többen és egyre többen indulnak. Ennek köszönhetően ugye nő az ifjúsági sakkozók létszáma is a megyében, és remélhetőleg a mennyiség egyszer minőségbe is át fog csapni. Tehát én hosszú távra tekintek előre, és én bízom benne, hogy ezekből a nagy létszámú mezőnyökből tehát egy-egy országos bajnokot is sikerül kinevelnünk, vagy akár csapatban is ugye már nagyon ott vagyunk. Azt tudni kell, hogy ugye a nagy halászi csuhant, a baptista általános iskolának nagyon erős lánycsapata van, akik az országos bajnokságon mindig az első 10-ben szoktak végezni, tehát és emellett még a fiú csapatuk sem gyenge, de kiváltképp nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a lányoknak az oktatására, és ugye az élükön természetesen itt veled, mint ugye edzővel, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, hogy lassan téged is kinőjenek már itt, és akkor még erősebb, még ugye nemzetközi mester
ennek jöjjenek esetleg oktatni. Ennek részeként ugye volt egy egyhetes edzőtábor is, ahol ugye a főedzők lejöttek és oktattak itt az általános iskolában, ami én úgy gondolom, hogy fantasztikus dolog. És ha egy picit még szeretném itt a pozitív oldalát bemutatni ennek a versenynek, tehát nagyon-nagyon barátságos légkörbe kerülnek a gyerekek, és úgy gondolom, hogy a tornateremben, egy tornaterem egy kiváló versenyhelyiség, kiváló versenyterem a játékosoknak, és a szülők is nagyon szépen tudják végigfigyelni a versenyt, mármint az elején, mert ugye itt egy fontos dolog, hogy a gyerekek ugye itt saját magukra vannak ugye utalva, tehát itt nincs az, hogy a szülőig nézve bent van, ránézek, itt mindenkinek a sakra kell koncentrálni, a partira kell koncentrálni, és szerencsére a szülők, ugye ott vannak a versenybírók, akik ugye bármilyen probléma lenne, akkor segítenek a gyerekeknek, tehát megtanulnak dönteni. Illetve kizárják, hogy a gyerekeknek segítsenek. Igen, igen, tehát ez a másik probléma, de én úgy gondolom, hogy tehát nem erről szól. Ez most nem volt probléma. Igen, tehát ez egy fantasztikus szabadidő jellegű verseny volt. Nagyon erős országos bajnokokkal kiegészítve az élmezőnyt. Egy másik nagy verseny is zajlik jelenleg hazánkban. Zalakaroson egy óriási nemzetközi verseny vége felé járunk ma, amikor is a sakkozók három csoportban mérkőzhetnek meg, ABC csoportban. A verseny egyúttal a nyílt magyar bajnokság is. Egy óriási világversenynek nevezhető verseny ez, ahol a különböző csoportokban 35 nemzetközi nagymester, 57 nemzetközi mester és 49 FIDE mester méri össze a tudását, és harcol az igen-igen mutatós díjakért. Ezen a versenyen hazánk nem egy élvonalbeli sakkozója is elindult, így az A csoportban Rapolt Richárd is, akinek a partijairól az újságban és az internetes médiában naponta értesülhetünk. Rapolt Richárd ugye a legutóbbi olimpián első táblán játszott a magyar olimpiai válogatottban, tehát igen nívós és mutatós ez a verseny, azzal együtt, hogy Richárd nem áll a verseny élén, hanem egy pillanatnyilag egy izraeli nagymester áll a verseny élén, második helyen áll egy magyar nagymester, de a tudósításról inkább átadnám a szót neked, Péter. Hát gyakorlatilag elmondtál mindent. Annyit kell tudni, hogy ez a verseny, ugye a magyar nyílt felnőtt bajnokság, és egyben világszinten is egy hihetetlen erős verseny, tehát bajnokság, ahonnan ugye a világ minden tájáról érkeznek. Ugye, Dél-Amerikától Oroszországig mindenhonnan. Még mondjuk el azt a nézőknek, hogy mit jelent az, hogy nyílt magyar bajnokság. Az azt jelenti, hogy ugye bárki indulhat rajta, tehát külföldiek is játszhatnak, és utána külön értékelik a magyarokat. Tehát ez jelenti a nyílt, hogy nem a legjobb magyar játékosok játszhatnak csak rajta, hanem hogy emeljük a színvonalat, ugye a világ élmezőnyébe tartozó játékosok is játszhatnak ezen a versenyen, és a végén külön vannak érték. Van egy főverseny, díjazás is van egy ugye, ahol magyar a külföldieket is díjazzák, tehát az abszolút versenyelsőség és a további díjasejek, és ezen belül a legjobb magyar, második legjobb, harmadik, stb. Legjobb magyar is külön van díjazva. Igen. Azt kell tudni, hogy ugye eddig ugye hétforduló zajlott le, ugye egy izraeli Nabati vezeti a mezőnyt 6 ponttal, és utána a második helyen Bánusz Tamás áll 5,5 ponttal, és a harmadik pontcsoportban már feljött a Rapolt Richárd is, tehát 5 ponttal ő is megtalálható, Erdős Viktorral egyetembe, Pap Gáborral egyetembe, tehát a konkrét élmezőny, a magyar élmezőny elindult. A mai napon éppen Bánusz Tamás a versenyen vezető izraeli nagymesterrel játszik, hát bízunk benne, hogy ez a mai nap bónusz lesz Bánusz nagymesternek, és Rapolt Richárd is felzárkózik még jobban. Tegnapi napon egy igen érdekes partiban a kiváló Horváth József nagymestert, sokszoros magyar válogatott nagymestert tudta legyőzni. Bocsánat, visszaadom a lelkesedésem. Igen, azt kell tudni, ugye, tehát ez már olyan verseny, hogy hihetetlen sok indiai indul
ezen. Tavalyi verseny is 20-30 indiai indult, és az idén is 40 indiai nevezett, volt előnevezés, aztán persze többen nem jöttek el, de ennek köszönhető, hogy az indiai nagykövet ugye meglátogatta a megnyitót, és ott volt a verseny elején, ami én úgy gondolom egy fantasztikus siker ismételten. Én azt hiszem, az indiai sakkozók a verseny végén is igencsak ott lesznek, mert bomba erős játékosok. Hát, nagyon erősek, és ami még másik és tanulhatni van, tehát ugye van az egyik legtehetségesebb indiai gyerek, a 12 éves, úgy hívják, hogy Pragnananda, aki nemzetközi mester már, és hihetetlen élővel rendelkezik, a világ első három, 12 évesek között az első háromba benne van, és hát lehet figyelni, hogy hogy sakkoznak, lehet tőlük tanulni is. Tehát én azért szeretem ezeket a versenyeket, mert ugye nem csak a magyar játékosok játszhatnak kiváltképp erős játékosokkal, hanem itt tudunk tanulni a világ élvonalától is. Hát az egyik indiai ifjonc 14 év körül lett a Puranyik, magát Rapport Rihárdot is le tudta győzni. Egyébként még annyit elmondanék személyes élményként, hogy nekem inkább kisé megdöbbentő, hogy Jefimenko Zahár, az ukrán olimpiai csapat egyik tagja, nincs az a közvetlen élmezőnyben, kisé le van maradva. Zahár 10 éves korában még a nyíregyházi nyírségi tornán is játszott, és néztük a partijait, hát azóta kinőtte már a nyírségi tornát, Zalakaroson inkább az való neki ott a mezőny első fele, de valahogy még neki fel kell zárkózni az utolsó partikban a díjas helyekre. Igen, ő már legképp már edzősködéssel foglalkozik, természetesen játszik is, tehát, de annyira nagy az ukrán ugye élvonal, hogy ott igazából kiszorult már a válogatottból, de ide nagyon szeret járni, tehát itt most már én gondolom 4.-5. éve játszik ezen a versenyen. Visszatérve ugye most van a legnagyobb létszám, azt hiszem 283 fő indult ezen a versenyen, hihetetlen nagy sakkfesztiválnak mondanám, és ugye nem mellesleg, ugye ez a 20 évesek országos magyar bajnoksága is, ugye az A csoport az a fiúknak, ugye a B csoport meg a lányoknak. Kik állnak az élen? Hát ott többen vannak most az élen, ugye a fiúknál ugye a legnagyobb tehetségeink, ugye Kozák Ádám, Kántor Gergő, Havasi Gergő áll az élen, tehát ők ott 4-4,5 ponttal állnak. A lányok között pedig most Egyed Judit áll az élen, és akkor utána többen vannak 4 ponttal, Terbe Zsuzsanna, Simon Lili, Juhász Judit, Kovács Judit, tehát ott is a legjobb hölgyversenyzőink ugye a korcsoportjukból elindultak ezen a versenyen. Mindenképp azért nagyon jó ez a verseny, és azért nagyon jó, hogy ezen a nyílt bajnokságon, bajnokságba be tudtuk integrálni a 20 évesek a junior bajnokságunkat, mert így a legjobbjaink is elindulnak, és szupererős versenyen tudják kiharcolni itt a magyar bajnoki címet is, egyben ifjúsági vagy junior bajnoki címet. Én mindenképp ezt a versenyt ugye személyesen is ott vagyok, ott voltam ezen a versenyen, tehát... Bíróként. Sajnos bíróként és nem játékosként. Hát úgy gondolom, hogy itt nagyon sok szervezési feladat van, és amiről beszéltem, hogy ugye nem véletlenül jönnek vissza ezek a szuper nagymesterek is, meg ugye a Rapport Rihárd is elindul ugyanez a versenyen, mert egy fantasztikus körülmények között játszanak, játszhatnak ezek a játékosok, élőben minden parti az A csoportból közvetítve van, és tehát egy világszintű versenyé nőtte ki magát ez. Tehát Magyarországnak ez a legrangosabb versenye. Olyan szépen beszéltél erről a versenyről, Péter, hogy igazán sajnálom, hogy nem lehetek ott. Természetesen nem az A, hanem a B, vagy C, vagy Z, vagy nem is tudom milyen csoportban. Jövőre biztosan el fogok oda menni. Partival készültél a mai napra? Egy partival készültem. Az egyik
vagyis, hogy úgy fogalmazza, a legerősebb ifjúsági játékosunk partiját szeretném bemutatni, aki most éppen nem tud ezen a nyílt bajnokságon részt venni, mert a francia csapatbajnokságon játszik, ahol a világ legjobbja is részt vesznek, nagyon sok 2700 feletti játékos indul, és emiatt ő azt a versenyt választotta. Hát azt hiszem, akkor Gledura Benyáminról van szó, aki már a magyar olimpiai csapatban is bemutatkozott. Igen, és éppenséggel az előző napokban játszott a világon az egyik legerősebb játékossal, a Vasily Legrával, Franciaországnak az első számú játékosával, aki én úgy gondolom, hogy világon az első 5-ben, 6-ban benne van, és majdnem 2800 az élője, de már volt 2800 felett. Sajnos azt a partit elvesztette Benyámin, de ettől függetlenül eszméletlen jól játszik. 2700-as játékost is vert már meg feketével. Hú. Ugye azt a Najdicsot, aki... Arkadij Najdics. Aki nagyon sokszor tartózkodik Magyarországon, és nagyon erős játékos. Őt is sikerült ugye kétvárra fektetnie, plusz ami partit hoztam, az egy Bachmann paraguayinak az első számú játékosával játszotta, de nagyon egyszerűen és nagyon szépen verte meg, tehát nagyon tanulságos part, amit érdemes lesz végignézni. Lássuk a medvét. Tehát világosan játszik Benjamin, és ugye Bachmann Axel az ellenfele, E4-jel kezdett. Benjamin C5-tel folytatta. Fekete, huszár F3. Huszár C6, ugye D4, C üti D4, huszár üti D4, E6, mert huszár C3-mal. Fejlődött, vezér C7, futó E3, A6, vezér D2, és huszár F6 következett. Mi lesz ebből, Sevenningeni? Gyakorlatilag átmenjünk egy Sevenningenibe. Azt kell tudni, ez az egyik legnépszerűbb a szicíliai változatban, tehát ez az E6, A6, lóciat, vezér C7-es felállás, ugye a Neudorf mellett. Tehát természetesen a legnépszerűbb az a Neudorf, de ezt is nagyon-nagyon sokan játsszák, és nagyon népszerű. F4 következett, nagyon sokáig ugye F3-at játszottak is hosszú sánca, most F4-el játszotta ez Benji. D6-tal ugye átmentünk, ahogy mondtad, a Sevenningenibe, amire hosszú sánccal világos azonnal biztonságba helyezi a királyát. Futó D7-tel fejlődik fekete, és futó E2-vel következett feje. Ugye egy G4-G5 lenne a terve, és fekete ugye ezt megelőzendő B5-tel jött, ami én úgy gondolom, hogy talán egy pontatlan lépés, inkább így fogalmaznék, nem hiba, de egy nagyon egyértelmű játékot fog kapni itt fehér, beáldoz egy tisztet, és három gyalogot fog érte kapni. Futőüti B5-tel, ez egy típus áldozat, hogy megkapja az A, B-t és a D gyalogot világos, ugye A-üti B5 jött, amire huszár D-ről B5-re ütött, vezér A5 következett, talán vezér B8 pontosabb lett volna, huszár üti D6 jött, futó üti D6, ugye vezér üti D6 következett, ugye most E5 fenyegetne, hogy ezért elsáncolt hosszúra fekete, hogy védve legyen az a D7 futó, erre is következett E5, amire futó E8-al ugye vezért megtámadta fekete, vezér C5-tel ugye lecserélték a vezéreket. Itt valószínűleg azonnal huszár D5 lett volna a legpontosabb lépés. Vezérüti C5 egy pici hiba. Futőüti C5 jött, amire huszár D5. Ezt leütötte huszárüti D5. E-üti D5 helyett talán bástyával jobb lett volna ütni, és erre bástya E1 következett. És ha megnézzük stratégiailag az állást, igazából fehérnek van játéka. Feketének van egy D5 gyenge gyalogja, a H8 bástyája gyakorlatilag nem játszik, és nem nagyon tud kifejlődni. Bezzeg, hogyha a D8 bástyával ütött volna vissza D5-re, akkor a futólépés után már játékba hozható a H. Igen, igaz, hogy lenyerjük azt a gyalogot is, de ott legalább lett volna ellenesélye feketének abban az állásban. Most H5-tel ugye próbálja meg H6-on hozni azt a bástyát, futó D6 következett, amire valószínűleg D4 lett volna a legjobb lépés, futó D7 egy kicsit pontatlan volt, vagy én úgy gondolom rossz lépés volt, bástya üti D5-tel ugye. Benji leütötte ezt a gyalogot, futó E6 következett, amire bástya B5.
Nem nagyon van jó terv, H4-je ugye próbálkozik fekete, bástya E3, nagyon erős lépés, ugye hozza C3 felé ezt a másik bástyát, király D7 jött. Itt valószínűleg a legjobb lépés bástya C3 lett volna, az a gépi legjobb lépés, és utána bástya B7 csak. Ezt felcserélte Benjamin, bástya B7 csak jött, amire király E8, és bástya C3-ra pedig bástya C8. Azt kell tudni, még azt mondom, hogy ez a Paraguaynak az első számú játékos, ugye 2648 élővel rendelkezik, tehát 46-tal több az élő, mint Benjaminnak, de a partit nézve én úgy gondolom, hogy esélyese volt ebben az állásban feketének. Tehát valami nagyon-nagyon könnyedén és egyszerűen fog mindjárt megnyerni fehér. Ugye most azt kell látni, hogy ott a három gyalog a most úgynevezett ugye királyszárny, de az a vezérszárnyunk, ugye, és ezt el is indult B4-jel fehér. Nem üthető a gyalog, mert mögötte ott van a bástya, és az... És egyszerűen ott le tudnánk ütni, vagy bástya E7. Kuta 5 C8, bástya 5 B4 tisztvesztés volna. Igen. Ugye H3 következett, amire ugye G üti H3 jött. Hát ehelyett jobb lett volna, hogyha G3-at lép, de ez is egy teljesen nyert állás. Bástya üti H3, bástya üti H3, futó üti H3, és ugye A4-jel elindult a másik gyaloggal is. Egyszerű a terv fehérnek, nem kell sokat nézni. Azok A5, A6, B5, B6, A7, és bemennek ezek a gyalogok vezérnek. Futó D7-tel visszajött, lezárta a hetes sort. A5 következett, amire huszár D4. Itt most még kell két pontosat lépni a fehérnek. Király D2 jött, ugye nem szabad, hogy benragadjon az a király. Huszár F3 sakk, király D1. Következett, amire futó G4, és király C1-jel kiment a felfedése sakkokból, huszár D4-re, pedig futó C5 következett. Futó C5-tel ugye bezárta a C-vonalat, huszár E6, ez pedig már egy hiba is, amire bástya E7 nagyon erős lépés, király D8 jött, amire bástya üti F7-tel, ugye csak tartunk egy gyors népszámlálást, ugye 2, 4, 6 az egy gyalog ellen, tehát egy tisztér 5 gyalog van, huszár üti C5 következett, ugye ez visszaütötte a gyalog, hogyha ez bástyával visszaütötte volna, akkor bástya üti G7-tel ugye szintén megmaradnak itt a gyalogok, bástya C7 jött, amit leütött fehérrel Benji, és király üti C7 után meg lehet nézni, hogy ez a sok gyalog hogy fogja legyőzni azt a tisztet. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy sok lúd disznó győz, ugye egyszerűen nem bírta a fekete ezeknek a gyalogoknak az erejét megállítani, hogy nehogy átváltozzon vezéré valamelyik. Király D2-vel folytatta. Világos, ugye hozzuk a királyunkat, természetesen végjátékban király C6, A6, ez egy fontos lépés, még futó C8, A7, amire király B7 jött, ugye király E3, király üti A7, és király E4-jel, ugye F5-tel jön egy újabb szabad gyalog képzés, király B7, F5, király C6, F6, G üti F6, E üti F6, ugye futó E6-tal meg kellett fogni, király F4, király üti C5, király G5, futó F7, ugye, hogy még király G6 ne jöjjön, és H4 után fekete feladta kapitulát. Egyszerűen H5, H6, H7 ellen nem tud mit kezdeni. Az F és H gyalog közül valamelyik bemegy. Mindenki bemegy, plusz még ugye van egy C is, hogyha véletlenül nem menne be valamelyik, de természetesen bemegy, és ugye ezt kellett látni, hogy ugye ez a sok gyalog hogy verte meg. Én mindig csodálkozom ezeken a partikon, mert ugye két körülbelül hasonló erejű játékos játszik, és tehát mégis ilyen... mifelénk ezt nevezik lemosásnak. Igen, tehát nagyon könnyedén, nagyon egyszerűen nyerte meg világosra a Benji. Hogy idézek valakit, egyszerű játék a sakk, csak jókat kell lépni. Igen. Ennyi fért a mai adásunkba, remélem tetszett önöknek a parti. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!